8 új díszpolgára van Budapestnek, Marton Éva és Rudolf Péter is megkapta az elismerést. Indul a parlagfű szezon, milliós bírsággal is sújtható, aki nem írtja ki a gyomnövényt. Tovább fejlesztették a futárt, a jövőben még hatékonyabb lehet a rendszer. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! 8 új díszpolgára van Budapestnek. A kitüntető címeket a Szabadság napján adták át. Többek között Marton Éva operaénekesnő, Bálint András színművész, Portis Lajos olimpiai bajnok sakkozó és Rudolf Péter színművész vehette át az elismerést. Az ünnepi eseményen Tarlós István főpolgármester azt mondta, a kitüntetettek mindannyian évtizedek kitartó munkájával teremtettek közösséget, maradandót alkotva, mint szakmai, mint emberi értelemben. Budapest 8 új díszpolgárának tiszteletére szól Mozart kiséi zenéje az Újvárosháza dísztermében. Az elismerést június 19-én a Szabadság napján adták át. A kitüntető címet idén Marton Éva operaénekesnő, Bálint András színművész, Hámori József biológus, Portis Lajos olimpiai bajnok sakkozó, Rudas Ferenc korábbi válogatott labdarúgó, valamint Rudolf Péter színművész vehette át Tarlós István főpolgármestertől. A díszpolgári címben posztumusz részesült Kerkápoli Endre mérnök és Varga Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó. Szabadságunkat és városunkat ünnepeljük, külön köszöntve annak legkiválóbb polgárait. Tarlós István főpolgármester azt mondta, a kitüntetettek mindannyian évtizedek kitartó munkájával teremtettek közösséget, maradandót alkotva, mint szakmai, mint emberi értelemben. Budapest mindig úgy fejlődhetett, hogy kimagasló egyéniségek, hazafias elkötelezettségű emberek a közösség javára alkottak, munkálkodtak. A ma kitüntetett tudósok, művészek, sportolók olyan polgárok, akik hosszú éveken, évtizedeken át kitartó munkával közösséget teremtettek és erősítettek, maradandót alkotva nem csak szakmai, hanem erkölcsi, emberi értelemben is. Ezért tisztelettel hajtunk most előttük fejet, és fejezzük ki irántuk megbecsülésünket. Marton Éva a díszpolgári cím átvétele után azt mondta híradónknak, az elismerés számára az egyik legszebb születésnapi ajándék is egyben. Tegnap volt a születésnapom, és eddig mindig minden születésnapomban történt valami. És amikor fölkértek, hogy jelenjek meg, és hát elfogadom ezt a gyönyörű díjat, akkor nagy örömmel vettem, hiszen ez megint egy gyönyörű születésnapi ajándék. Attól a várostól, ahol születtem, ahol éltem, ahol tanultam, és ahol élek a mai napig is. Rudolf Péter szerint az elismerések mindig segítenek túllendülni a mindennapi nehézségeken. Akármilyen becsvágyó is az ember, alapvetően nem díjakban méri az életét természetesen, de nagy örömmel tölt el, hogyha kapok egyet, és hogyha mélyponton van, vagy éppen megkérdőjelezi minden egyes cselekedetét és gondolatát, akkor azért ezekre jó ránézni. Talán az önmarcangolás fölösleges, lehet örülni, és vannak olyan póznák így az életében az embernek, amik segítik túl lendíteni. A színész azt mondta, a város jelentős változáson megy keresztül, így gyakran ő is rácsodálkozik Budapest értékeire. A legnagyobbik lányunk külföldön tanult, és ide jött a barátjával, és egyszer csak elkezdtem végigmutatni neki a várost, ami nagyon tanulságos volt, mert olyan helyekre is elmentem, szégyen szemlékre nem voltam még, de így, hogy büszkékedni akartam, ezt megtehettem, és le voltam nyűgözve a saját városomtól. A díszpolgári címek adományozásáról a fővárosi közgyűlés határoz. Az emléklap mellé bruttó 1 millió forintot kapnak a kitüntetettek. Évtizedek óta nem látott felújítási munkák indultak a nyugati pályaudvaron, ezért a mai naptól egészen július 5-ig zárva lesz a nyugati. Rendbe hozzák a váltókat és a biztosító berendezéseket, lemossák a graffitiket, valamint kijavítják a padlóburkolatot és a pénztárcsarnok üvegeit. A felújítás idejére a vasúttársaság négy kisebb állomásra irányítja át a forgalmat.
a Rákospalota Újpest, Rákosrendező, Zugló és Kőbánya Kispest vasútállomáson várható megnövekedő forgalom miatt több buszjárat menetrendje is módosul. A nyugati pályaudvarig szóló menetjegyek és bérletek a kijelölt BKK járatokon is felhasználhatók lesznek. Lassan megkezdődik a parlagfűszezon. Az allergiások többsége erre a növényre fokozottan érzékeny, így különböző jogszabályokkal próbálják könnyíteni az életüket. Komoly bírságot kockáztat, aki nem értje ki a telkén lévő parlagfüvet. Júliustól akár 5 millió forint büntetés is kiszabható a parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosaira, a hatóságok pedig akár felszólítás nélkül is elrendelhetnek kényszerkaszálást magánterületeken. Ezek a parlagfűszálak még nem túl magasak, ám lassan kellő nagyságúak lesznek ahhoz, hogy pollenjükkel rengeteg allergiás embernek okozzanak kellemetlenségeket. A parlagfűallergiások leginkább augusztusban, de akár már július közepétől is szembesülhetnek a tünetekkel. Mivel a lakosság 20%-át érinti a parlagfűallergia, a hatóságok minden nyáron elrendelik a növény írtását. Ezt folyamatosan kell végezni, hogy még virágzás előtt elpusztítsák, így nem tud virágport szórni és termést érlelni. A hegyvidéken is rendszeresen ellenőrzik, hogy van-e a kerületben parlagfüves terület. Járőrzés során a közterületfelügyelő készledik, illetve lakossági bejelentést kapunk, utána oda mi helyszínre kivonulunk, és megnézzük, hogy ez igaz vagy nem igaz. Amennyiben parlagfüves területet találunk, ugye az önkormányzat illetékes irodáját értesítjük, tehát egy feljelentéssel élünk, és a terület tulajdonosa ellen ők járnak el. Amennyiben parlagfű van, akkor pedig a Pest megyei kormányhivatal jár el ez ügyben. Komoly bírságot kockáztat, aki nem értje ki a telkén lévő parlagfüvet. Júliustól akár 5 millió forint büntetés is kiszabható a parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosaira. A jegyző pedig akár felszólítás nélkül is elrendelhet kényszerkaszálást magánterületen, mondta Péter Mihály, a Hegyvidéki Önkormányzat környezetvédelmi munkatársa. Ez általában nagyobb borítottságot jelent, tehát nyilván nem kell arra számítani, hogy egy-két szál parlagfű miatt akár magánterületre bemegyünk és hatósági kényszerkaszálást végzünk el, de hogyha már ez a borítottság úgy általában gyakorlat szerint meghaladja a 15-20%-ot, akkor lehet erre számítani. Tehát pont azért van ez kitalálva, mert a parlagfű az egyik legagresszívebben allergén gyomnövény, és ez indokolja azt, hogy ezt így a jogszabály is külön kezelje. A hegyvidéken nem jellemzőek a nagy területű elhagyatott telkek, így leggyakrabban építési területeken jelenik meg a parlagfű. Nagyobb építkezésnél talajcseréket, nagyobb talajmunkákat hajtanak végre. Általában ott is azért, mert mondjuk olyan földet hoznak, amiben ez a parlagfű maguk megtalálhatók, és ezek akár évtizedekig elérhetnek úgy, hogy csirázást csak mondjuk a kedvező körülmények között csíráznak. A parlagfüvet gyakran összetévesztik más allergén növényekkel, mint például a fekete vagy fehér ürömmel. Látványos különbség az, hogy az üröm levele az szürkésebb árnyalatú, tehát főleg, hogyha alul megnézzük, ez mindenhol sötétzöldnek tűnik, de általában azok azért terebélyesebbek, illetve egy ilyen szürkés árnyalatot felvesz a levél alja. A szakemberek azt tanácsolják, írtás közben lehetőleg ne tartózkodjon gyerek a közelben, mert a megnövekedett pollentartalom könnyen kiválthatja a lappangó allergiás reakciót. A diák munkát vállalóknak is kell adóbevallást készíteniük, hívta fel a figyelmet a NAV. Tavaly nyáron csaknem 120 ezer fiatal dolgozott valamelyik iskola szövetkezetnél, idén még ennél is többen jelentkezhetnek. A NAV felhívta a figyelmet arra is, hogy a munkaszerződéssel teljes munkaidőben foglalkoztatott diákbére nem lehet kevesebb, mint a minimálbér, legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörben pedig a garantált bérminimum összege. A NAV honlapján elérhető a Diákok nyári munkája 2015 című összefoglaló, amely a diák munkák adózásának szabályait és az elektronikus ügyintézés lépéseit is összefoglalja. Tovább korszerűsítette a futárrendszert a BKK. A korábbinál több forgalomirányítási diszpécser dolgozik, akik újabb kamerák képeit is figyelemmel kísérhetik, és még több monitoron figyelhetik a járművek mozgását.
A tavaly átadott rendszernek köszönhetően az utasok azonnal tájékoztatást kaphatnak a forgalmi változásokról. A BKK szakemberei pedig akár 5-10 perc alatt is meg tudnak szervezni egy busz vagy villamos pótlást. Egyszerre zajlik a budai fonódó villamos hálózat kivitelezése és a Széll Kálmán tér átépítése. A fejlesztés nem csak a közúti közlekedésben, de a tömegközlekedésben is új helyzetet teremtett. Az 59-es és 61-es villamos például megosztott útvonalon jár. A futárrendszer kijelzőinek segítségével azonban az utasok pontosan tudják, hogy mikor érkezik a következő szerelvény. Még nem volt ez az információ, akkor az ember itt idegeskedett, hogy mikor jön. Így meg tudom, hogy 9 perc múlva is kész, nem idegeskedem. A Németvölgyi utat egyirányosították a Kis János Altárból Nagy utcától, és a Stromfelde-Aurél úton is korlátozások vannak, ezt a térképen ugye itt látjuk. Ez már a BKK futárközpontja. A fővárosi közösségi közlekedéssel kapcsolatos összes információ ide fut be. A műholdas eszközöknek köszönhetően a központban nyomon tudják követni, hogy a város mely részé halad egy adott busz, troli vagy villamos. Itt a futárközpontban történik a menetirányítás, ez a diszpécser központban irányítják a járműveket, akkor, hogyha természetesen cserélni kell, mondjuk történik egy dolog a 4-6-os villamos vonalán, akkor innen állítják be azonnal a buszokat. Tehát ez egy nagyon fontos munkát végző egység. A tavaly átadott futárrendszert most továbbfejlesztették. A korábbinál több forgalomirányítási diszpécser dolgozik, akik újabb kamerák képeit is figyelemmel kísérhetik. A mintegy 200 kamera segítségével a BKK munkatársai a nap 24 órájában figyelik, hogy mi történik a megállókban és azok környékén. Ez például egy baleset vagy műszaki meghibásodás esetén jelent előnyt. A futárrendszer elindulása óta egy-egy jármű pótlását akár percek alatt is meg tudják szervezni. Amíg a régi rendszerben lassan jött az információ, döntések, az információk nem álltak rendelkezésre a gyors döntéshez, ezért 10-15-20 perc is beletellett, amire a maga döntés megszületett, és közel 15-20-30 perc kellett az, hogy a pótlás teljes körűen felálljon. A mostani rendszerben a rendelkezésre álló információ 1-2 percen belül rendelkezésre áll, ezáltal a pótlás akár 5-10 percen belül megkezdődhet. Ugyanezzel párhuzamosan, rögtön azon a néhány perc után maga a tájékoztatás is el tud indulni. A futárközpontban szerkesztik a BKK webes alkalmazásain elérhető közlekedési híreket, információkat is. A BKK Info mobil alkalmazás és bkkinfo.hu internet címen a közösségi közlekedés, tehát tömegközlekedés zavarairól, a járatok zavarairól, tereléséről, vagy esetleg valamilyen, tehát hogy ezekről az információkról tudunk hírt adni. Van egy közúti modul nevű alkalmazásunk, ez egy webes alkalmazás, szintén egyébként a bkkinfo.hu oldalról elérhető, ahova azokat a forgalmi változásokat visszük fel, szintén gyakorlatilag valós időben, percre pontosan, ahol a közúti közlekedést érinti valamilyen zavar fennakadás. Budapest szerte mintegy 100 megállóban már hangos tájékoztatást is kapnak az utasok. 14 évre csökkent a polgárőrség alsó korhatára, így még többen jelentkezhetnek majd polgárőrnek. Egy törvénymódosítás szerint az egyesületeknek kötelező együttműködnie a megyei szervezetekkel. Magyarországon 2000 polgárőr egyesület működik 52 ezer taggal. A polgárőrök, az idősek és a fiatalok védelme, valamint a lakásbetörések visszaszorítása terén értek el eredményeket. Csökken a benzinára, bruttó 2 forinttal csökkenti a 95-ös benzin literenkénti nagy kereskedelmi árát szerdán amol, a gázolai nem változik. A csökkentéssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 390-391 forintra mérséklődik, a gázolai továbbra is 380-381 forint marad. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára február eleje óta csak nem 40 forinttal lett magasabb. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Adásunkat az interneten is megnézhetik holnapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!